Ó, oh, szavaztok gyerekek, üdv a csatén, képer jelentkezik a következő csodálatos. Tudjátok, hogy mivel? Hát hogy ne, azzal a... Úristen, mit kellene csinálni gyerekek? Már megint körög a pi, pörög a pi, pörög a pi, pör. Egy csomó mindent kitaláltam, hogy mit kéne csinálni. Sőt, nem is én találtam ki, hanem remélem, hogy jól mondom a nevét. Nigruska, ja, lehet, hogy nem is így kell ejteni, hanem ez valamilyen... nem tudom, hogy kell ejteni, ne haragudj, ha nem jól ejtem, viszont... kaptam egy csomó ötletet tőled, küldtél egy bázis tervet, amit valószínűleg, hogy meg fogok válaszítani. Mert miért ne? Egyébként nincsen izé, nincsen piám. De most már azért gyűlik az is. Figyeljetek, ki kéne pakolni mindent, ezt el kellene menni még a maradék dolgokért. De a bázis mindenképpen ebben a részben meg kellene csinálni. A követ azt kirakom. No, várjatok, nagyon gyorsan kéne kipakolni. Úristen, de tényleg annyira el vagyok izé, ennyire be vagyok itt havazva. Most miért vettem ki a követ? A kő kellett volna, meg a fa is kellett volna, meg egy csomó minden kellene, meg minden is kellene. Jaj, jaj, jaj. Ide be kellene rakni például ezt. De hogy megígyom, hanem a recepteket kellene. Kukolni egy ilyet. Kukulunk. És akkor várjál. Igen. Egyéb szerve. Úristen, úgy utálom, hogy mindig ki kell rakosgatni, várjál. Mindegy, egyébként kirakom ezt ide, kő, majd lesz kövünk. Egyéb szervetlen, úristen, az egyéb szervetlen... Ja, a gyerekek, hát itt meg fogok bolondulni egyébként ebbe a raktározási mizériába. Egyéb szervesbe ugye ez ide kijön. Az egyéb szervetlenbe, hát ez lehet, hogy ezeket is ki fogom ide rakni. A kűibe ugye még ki kellene rakni a clayt meg ezt. A vasba, fénybe, basszus, ez dobta a zombi vagy mi? És electric parts-ot kaptam. Az mi, az hova menjen be az egyéb szervetlenbe? Az egyéb szervesbe még menjen ez a rongy, ez nekem valahogy, valamilyen nekem az dívik, hogy az szer. Ja, hát izé, fegyverbe, abban lehet, hogy kellett volna egy armort is csinálni, ugye, és akkor azok meg oda mehetnének. Az eladó cuccok, az meg ez jön, mert ugye ide már megtanultam. Azt a betyár úristenem, mi van itten, öcsém? Modifikációk. Magazine capacity. Ja, jó, oké. Ezzel az a baj, olyan rongeteg idő elmegy, nem tudom, most én csak érzem így, vagy pedig tényleg. Az egyéb szervetlenbe ide rakok ilyen túlokat is, szerintem. A fegyverhez, meg ugye akkor egyelőre pakoljuk az armort is. Oké, gyerekek, akkor valahogy így kell megoldani ezt a dolgot. Ezt itt tudta megoldani, ugye, ahogy szokta mondani. Tudjátok, hogy ki. Ja, és ez jó, mert nem visz le, tudod micsodát, azt. Na, jó, lakjunk, szerintem lakjunk jól. Alkatrészek témába az nyúljon ide. Ez az egyéb szervetlenbe még, igen, az egyéb szervetlenbe gyűjjön egy ecset is. És akkor itt meg a kaja és pia. Ez a készkaja ugye, és itt meg az alapanyagkaja. Oké, azt akkor ki vagyok pakolva, mert egyébként biztos írjátok, hogy hülye vagy kipor, nagyon gyorsan el kellene menni. Szerintem a maradék cuccér, vagy pedig neki kell állni, megcsinálni itt a bészt. Lehet, hogy neki állok, megcsinálom a bészt, gyerekek. Azért annyira nagyon durván sokáig nem tarthat szerintem, arra kéne figyelni, hogy nem kéne, hogy magamra borítsam, úgyhogy lehet, hogy kívülről fogom csinálni. Vagy pedig ezt éjszaka csináljuk, lehet, hogy el kéne menni inkább akkor, hol a beceklem, mert beceklitében ez mindig egy ilyen problémás nálam. El kéne menni a Jurihez. Várjál? Igen, le kellene adni a küldetést, nyilván. Meg akkor már, hogy elmentek ma Jurihez, felveszik egy másik küldetést, és akkor el kéne menni haza is. Ó, gyerekek. Egyébként tele vagyunk lóvéval megint, tök jó. Figyelj, 8600-unk van. Lehet, hogy a Jenny-nél meg kell nézni, nincs valami cucc. De egyébként elmehetnénk a másik helyre is, majd oda is el kellene menni, ott meg ugye, nem tudom, az a csávó, az lehet, hogy ott jobban vannak vépönök, vagy ez az. Modifikáció, viszont ez nem rossz. Úgyhogy ezt lehet, hogy ezt meg fogom most kapni. És ezt be fogjuk rakni, és akkor van egy Clear Zombie 2-es, nagyon közel, meg akkor megnézem az inventoriát, hogy nincs valami túl, ami jó túl. Ú, van egy ambília, azt megveszem, nem tudom, hogy mit ad biztos. Van egy ilyen,
Ez szerintem gyorsabban gyűjti az alapanyagot, ugye? Ez meg. Többet gyűjt. Ez meg. Jó. Hát ez a, meg egy cooking pot, azt is lehet, hogy megveszem. Sőt, megveszem ezt is, amik így kellenek, azokat vegyük meg. Wire tool, az egyelőre nem kell, ugye? Csak electronic dolgok. Van egy fémásója, az nagyon jó. És akkor vettünk egy anvilt is, ugye? Ez mi? Ez a campfire. Unlockol recepteket. Azt is megvesszük. Van cooking grillje is. Kettő. Nem is olyan drága, úgyhogy lehet, hogy megvesszük ezt is, ezt a kettőt. És akkor mind a kettőbe is lesz. Jó. Most nagyon hasznos dolgokat vettünk, gyerekek, szerintem. Ez viszont az a baj, hogy egyes. Nem tudom, mennyire melyik jobb. És akkor nagy hülyeség volt. Mill damage, power attack, block damage 62. Block damage 53, úgyhogy az jobb, csak az meg lehet, hogy nagyon gyorsan fog majd elhasználódni. Jó, oké, szuper, kösz Jenny, nagyon jó voltál. Meg kell csinálni a küldetést, meg össze kéne szedni a maradék cuccot. Várja, lehet, hogy veszek egy kis piát tőle. Nem veszünk piát. Na, tök jó hasznos dolgokat vettünk. Vettünk ambilt. Vettünk különböző jó cuccokat. Jókat, és figyelj, lehet, hogy az jó lesz, nem? Hogyha arra. Már hol van a becek, nem? Ez a bicikli témel, ez mindig egy őrítő nálam. Jó, mert nagyjából arra van, figyeld, ott van a helyünk is, azt is ugye akkor össze tudjuk kapni. Úgyhogy ez így nagyon baráti. Ó, hát ez nagyon jó kijött, és akkor éjszaka kellene dolgoznunk. Ja, nagyon szépen köszönöm a bázis ötletet, mindjárt fogok róla beszélni, leginkább akkor akarok róla dumcsizni, amikor majd témánál leszünk, tehát tehát mit akartam mondani? Melyik nem halt meg? Nagy favágó öcsém, mi ez? Ezek meg kapnak egy ilyen dotot, aztán közben mégse döglenek meg, mert nagyon jó. Bázze döglenek, már nem hiszem el különben, ilyen nagyon érdekes dolgok vannak itt. Jó, lootoljunk mindent is. Jó lenne mechanic parts, az meg pont körülött nekem valamihez, mechanic parts, ugye? Sánc, mondjátok, hogy ez így volt. Szerintem ez így volt. Tök jó, az nagyon, annak örül a keeper, örül. Aksi, jó, nem tudom egyébként, valamikor majd biztos lesz rá szükségem, most egyelőre nagyon nem, de hát annyiba így legyen, viszont mechanic parts, az pont körülön volna valami ez, amit a workbenchhez talán nem. Majd mindjárt kiderül, mert mindjárt megyünk haza, úgyis a craftolási van, tudod ott hol. Ezerrel, most meg újabban mindent is gyűjtök, mert igazából tök megéri. Rájött a keeper, hogy igazából mindenre is szükség van. Úgyhogy Norvég nem mondott hülyeséget. Jó, hát próbáljunk fejre ütni, de néha nem jön össze. Ja, meg nagyon sok izé kellene, de várjál, mindjárt ezt még leütöm. Nagyon sok textil kellene nekem. Azt textilt ad, basszus, nem látok rá. Odébb kell raknom azt a... Várj, odébb rakom ezt a kamerát, komolyan mondom, mert... Igen, nagyon sok textilre lenne szükségem. Mert ugye az nagyon kell. Az nagyon kell. A izéhez kell, ugye... Tudod jól, hogy mirehez kell? Ez mit ad? Ez csak fátad, ez a fotel? Textilt nem, de adott textilt kettőt. Oké, ez is kell. Minden is kell, gyerekek. Nagyon jó! Egyébként pont így... beszélgettem, vagy nem beszélgettem, mondta egy kommentem. Egy régi ismerős hölgy írt, hogy... Hát... Még mindig nem ad a sör vizet. Mármint, hogy nem lesz... Nem ugyanúgy szomjazó, hogyha iszol sört. Mondjuk ezzel... Azt írtam is neki, hogy hát ez nem túl reális, azt írta, hogy izé, hogy... Hát mert ugye az alkohol az dehidratál. Hát nem tudom, nálunk vannak itt a faluban olyan arcok, akik a vizet csak fürdésre használják, így van egy ilyen filozófiájuk, tudod? Az a vasutas se issza meg, vagy eszi meg a sint, ezért a hajós se eszi meg a... Minek nevezik ezt? Hajós se eszi meg a... Vizet, vagy issza meg a vizet. Dolog. Na mindegy, az a lényeg, hogy azt akartam mondani ezzel kapcsolatban. Ez biztos kitört valamit valahol, valaki ilyen.
Oda gyerekek, a néha meglepő és mulatságos dolog történik. Nem tetszik nekem ez a, ez a tüzes cucc, megmondom őszintén. Nem tetszik ez a tüzes cucc, mert inkább konkrétan zavaró. Viszont itt van egy csomó könyv. Na bazd, most lehet, hogy baj van. Jó, nem figyelek, bazze! Annyi könyvem lesz, egyébként ad XP-t, ad XP-t, ugye, hogyha olyat tanulok meg, amelyik esetleg már meg van tanulva. Nagyon király. Oké, gyerekek, egyébként jó, nem vagyok... Mármint egy kicsit béra vagyok, tudom most. Ezt is szétverem. Kell rengeteg ilyen, rengeteg... Hoppá, ez azt hittem, hogy így blokkonként fog szétesni. Rengeteg ilyen cucc kell nekem, gyerekek, tudjátok milyen. Mindenféle egyébként. Na, itt... egy kicsit pörgősre vette a Keeper a figurát. Tudom. Tényleg nagyon, nagyon próbálok gyorsan haladni. Volt egy később izébe. A budiba. Egy kés volt a budiba, gyerekek, amit leszkreppelünk már nekem jobban. Hogy ne foglaljon plusz egy slotot. Ó! Oh. Nagyon sok. Itt sokat olvastak srácok. Ez sose rossz. Ez bőr volt, gyerekek, ez bőr volt. Ó, oh, ágyikó. Nagyon jó. Egyébként azt mondom, hogy függönyök is játszanak. Oda nézzél őszer. Hát ez meg nagyon az nagyon kaki. Én nem fogok íjászkodni, azt már megfogadtam. Mindig íjászkodni szoktam ebbe a játékba, aztán már meguntam. Ja, tudom, hogy szarrá vagyunk terhelve. Ó, de még jobban is leszünk. Úristen, gyerekek, mi nincsen ebben a házban, he? Mi nincsen ebben a házban? Hol lehetett lejutni? Már belekeveredtem, itt is egy ágy. Ja. Vagy ez ilyen vaságy. Jó, nem, ezzel nem foglalkozunk. Hol jöttünk föl? Mekkora ez a ház? És akkor... Várj, itt egy kanapé. Ez csak fa. Jó, rogy, 50 valamennyit össze is kaptam. Tök jó vagyunk. Viszont vissza kéne váltani a kettesre. Itt már szerintem ugye néztük. Jönnek a dolgozók. Jó, semmi gond. Jöjjenek is. Ez meg volt egy hit. Sütő, bütő, ez meg az. Receptkönyv, Mariné receptkönyve. Ebben jó lenne, hogy mag lenne sima. Hát nem volt semmi se. Nem, hogy mag, de még... jó, ezt menjen a francba. Azért minden nem szedünk össze. Jó, ezt szedjük. Testvérem, mi, hova kell menni? Vissza kell menni a traderhez, ugye? Hát most cseszhetem, nagy észszel mondom, én kitalálom azt, hogy egyből összeszedem a cuccaimat, de hát azt nem fogom ezt tudni szedni. Mert rohadtul túl vagyunk terhelve. Úgyhogy le kell adni otthon. Hát, ja, mindegy. Viszont felugorhatok, felugorhatnék, mert lehet, hogy vannak olyan itemek, amik ugye ugyanazok, mint amik nálam vannak, vagy van olyan, amit beszkreppelünk. Nekem már mindig visszajárni, olyan sokáig tart egyébként is kipakolni mindent, aztán ez ilyenkor egyébként azt kell csinálni, hogy nyomsz egy ilyen megfordulást. Hát ez pont sikerült egyébként, de ne, hallod, egy csomó ideig még rúg a kerék, van egy ilyen lendülete. Na várja, így, né. Jó vagyunk egyébként, de én örülök mindennek. Meg most nagyon élem a játékot is. Igen, Nigrus kaja, hát lehet, hogy rosszul ejtem a nevet, tényleg, akkor bocsász érte. Ja, itt izélni kell. Jó, voltak olyan itemek, amik ugye voltak nálam. Nézzük át, hogy esetleg van, hát figyelj, egy darab clay, meg egy darab kő, az hadd ne legyen nálam, nem? Nem vagyunk szomjasok, éjesek, ilyesmi, ezt meg kéne ennem. Aztán mindjárt meg ezt is, aztán akkor mindjárt lesz kettő helyünk. Most már konzervdoboz nem ad mi. Hát ez csodálatos. Csodálatos, gyerekek. 26 fával se váltam meg a világot. Az is maradjon a francba itt. Ezek tök jó dolgok. Egy darab papír is megy a levesbe. Hát ilyen egy darabok érted, az foglal egy helyet, ne az legyen, hogy akkor már vigyünk értelmes dolgokat el. De itt még mindig nem valami jó. A bőr, hát az a baj, hogy itt azért már
Igen, ez is jó dolog. Jó, hát ezeket itt maradhatnak. Figyelj, ilyen otthon van minden is, úgyhogy annyira nem gond. Régebben azt hiszem, hogy ebből kellett csinálni az izét. Nem ebből kellett a ragasztó szalagot? Vagy én vagyok izé? Én vagyok nagyon boomer, hogy mindent felejtek állandóan. Egyébként egy verzióban sem volt a sörnek izé, hidratáló hatása. Nem tudom, nekem úgy valahogy bennem maradt. Lehet, hogy a valóságból. Ja, és igen, hát akivel ugye beszéltem, vagy aki írta ezt a kommentet, annak írtam, hogy nem túl reális, de egyébként igaza van abban a szempontból, hogy valószínűleg úgy gondolkoztak a készítők, hogy a sör az mint egy ilyen alkoholhoz dehidratáló hatású, és emiatt gondolták úgy a készítők, hogy akkor hát ne legyen az, hogy te, hogy mondjam, hogy tudod használni ízének gyakorlatilag hidratációra. Hát de mondjuk azért ettől függ hányas sör, érted? Lehet, hogy egy ilyen 2%-os sör az szerintem azért hidratáló hatású, több a hidratáló hatása, mint a dehidratáló. De hát igen, a játékban így csinálták meg, jogos volt a felvetés, hogy én hülyén gondolkoztam. Na, mit kéne? Scope, kétszeres mód. Az viszont lehet, hogy én meg fogom ejteni, mert azt ráraknám az AK-ra. Abba gondolkodok egyébként, hogy az AK-t azt fogom magammal cipelni, az a két csont menjen a levesbe, a két scans scope jöjjön. Fölveszünk még egy questet, egy jobot, egy ami közel van, legyen ez, oké, és akkor megyünk haza, mert rohadtul túl vagyunk terhelve. Ezt kétszeres scope-ot földobjuk majd az AK-ra, és az AK-t azért magamnál fogom tartani, mert sokszor van olyan, hogy teljesen le vagyunk kizéve, rodgyanva, és akkor nehogy az legyen, hogy éppen amiatt fog megdögleni. Figyelj, AK-t magadnál tartott 150 lőszer, az 2 slotot foglal, azért annyira nem veszélyes szerintem. Ja, viszont egy dolog, nagy hülyeséget azt csináltam, és abban igazatok van, hogyha írjátok, hogy viszont olyan dolgok vannak a hotbaron, ugye, amik teljesen hülyeségek. Például olyan virágcserét, meg ilyenekkel vagyok tele a tűzdelve, ami nem biztos, hogy annyira jó. Egyelőre még mindig ugye föl tudok menni itt, azért itt el tudok eddig biciklizni. Igen, Nigruskaja írt egy olyan bázist, vagy így küldött egy ilyen, hát egy videót róla, hogy kell elkészíteni, amelyik egy ilyen, hát nem mondhatni, nem, konkrétan nem izé, nem cheat, de mégis tök jó használható. És ebbe gondolkozok, hogy ezt fogom megcsinálni. De úgy fogom megcsinálni, hogy ezt megcsinálom ilyen nappali bázisnak, tehát így mindig, ugye itt fogok élni, és akkor mondjuk mellette, vagy előre tolva, ott lesz a, hát egy ilyen, mondjuk úgy, mondjuk ki a nevén, zombi váró. És akkor így fogom ezt így felépíteni. Na, de egyelőre szerintem még a következő hordára nem nagyon kell zombi váró. Úgyhogy ez lehet, hogy az még annyira nem annyira fontos. Ki kéne rakni dolgokat, gyerekek? Ugye így tud... Nem, bazd meg, hülye vagy? Ez mindig elcseszem, hogy sem. Itt tudom kirakni. És akkor nem kell, főleg, hogyha semmi nincs, ugye? Ez egyéb szerve, oké. Jó, valamennyi azért így eltűnik. Aztán akkor majd csak a maradékkal kell vinkornod. Ugye? Azért jó ez használható. Csak mondjuk ilyen alkatrész meg ilyenek, azok nem biztos, hogy könnyen eltűnnek. Viszont itt van egy csomó fegyver, akkor ezeket rakjuk ki. Így, ezt is kirakom. Fegyver a bód, igen, meg a 42 össze, ami nem ide kell. Viszont azzal én akarok valamit csinálni mindjárt is. A lőszer, az menjen be, és egy 150-es pakkot akkor kiveszünk, és az mondjuk lesz majd valahol. Ezt meg ugye majd elrakjuk innen. És szeretném akkor az AK-47-esemet kivenni. Az AK-47-est. Igaz, hogy egyes szintű. Meg kéne majd javítani, azt se ártana. Ezeket az alkatrészeket is ki kéne rakni, látod? Itt vannak, ide pakolva, és nem veszi észre a keeper, hogy hülye. Úgyhogy ezt meg beszkrepeljük. Oké, akkor nézzük ezt az AK-47-est, megmodoljuk gyors, rohadt gyorsan. Modoljuk, hol van ez a scope? Itt van. Kozmetikot is lehet rakni újabban? Hát ezt nem is tudtam, gyerekek. Na és akkor most rajta scope-i? Menjél már oda? Ó, ez nagyon jó. Na, ez már nagyon epic. Hát ez tiszta ízére emlékeztet ilyen stalkerre, nem? Nem ilyen stalkeres az egész beütése? Itt ebből is csináljunk Votert. Nagyon szupi. Mondjuk ezt a két krumplit is megsőt. Ej, megettem a nyers krumplit, baze. Reméltem, hogy... Jaj, de... Miért vagyok ilyen hülye?
Na, a kézkajákat, piákat ugye akkor ide ki kéne rakosgatni. Ez kézkizének számít? Késznek számít, ugye? Krumplit, hát kézkajának megoldottam, én a krumplit megettem instant, mind a szart. Kaja alapanyag, az van bőven, gyerekek. Ezt is meg ide szánom. Ezt meg ugye ide szántam, ezelőtt is itt volt. Kaja, kaja, kaja alapanyag, ez is kaja alapanyag, az is kaja alapanyag, az is kaja alapanyag. Egyébként kiszórattam volna ennyi erővel, hogyha én már mint használtam volna ezt is. Itt meg van még 28 lőszer, az nem örülök neki. Jó. Egészségügyi dolgok. Oké. Okay. És itt vannak ezek az ambil, meg ilyenek. Figyelj, mennyi izőm van? Szelvetlen. Műanyagom? Mennyi az összes? 101. Akkor tudnék csinálni még egy ilyen izét, ugye? Mi kell hozzá? Az a vízlepárló cucc. Fú, az, a, mi a neve? Várjál, meg kéne nézni a receptet ennek, ugye? Így van, egy ilyen nem cooler. Mi ez a cooler? És ez miért jó, hogy ez a cooler? Ez semmi értelme, vagy van valami értelme? Na, short pipe kell hozzá, 4. Meg duct tape 4. Fém. Duct tape, egyéb szervetlenbe. 4 kell hozzá, akkor kéne csinálni még gyorsan. Azt a betyár, gyerekek, hát itt pörgés van. Duct tape, fragment, ezért klot kell hozzá, meg glue, ugye? Amit font egyébként. Van glue is, és egyéb szervensben meg van rengeteg klot, mert azt szereztünk. Jó, és akkor a duct tape-et tudunk csinálni, összesen 9-et, tehát csináljuk is meg, mert már nagyon más, nem használom a glue-t meg a izét. A... Nagyon jó. Egyéb szervetlenbe berakom ezt a bicikli alkatrészt is. A főzőedény meg ilyeneket el kellene ide látni. De jön egy főzőedény. Ja, itt volt nekem egy rácsom, úgyhogy az a rács az fölösleges volt. Jó, és akkor ezt is bele tudom rakni, viszont ezt akkor a mainbe kellene rakni. A főbe. Hogy így legyen, nem? Egyéb szervesbe ver vissza ez a rongyocska. A fa az mehet ide. Alkatrész. Oké, okay, az ambit bele kell rakni oda. Ezt nem tudom, nem scrappelem le, mert nem olyan rossz egyébként, hogy van. Oké, okay, az egyéb szervetlenbe menjen ez is, meg ez is. Oké, okay, és ez meg kell, ezt meg ugye visszük ki, ezt meg megmodoljuk bele ezt az ásót. Ugye. Oké. Okay. Hogy ne valami ilyesmire gondolt a keeper. Ugye? Már is jobb, de egyébként az lesz a szar, hogy ezt nem tudom javítani. Nem sokkal nem sokkal jobb ez az ásó. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy az ásó nekem az annyira nem jön be, hanem lehet, hogy azt fogom csinálni, hanem egyelőre elrakjuk. Jó legyen nálam. Nem túl sokkal jobb. Ez az ásó, ez tök jó. És ezt megmodolom, és szerintem ez nem lesz egy rossz dolog. Glock Damage 57, ugye ennek meg. Az a baj, még így is jobb ez. Hogy rohadj meg, mivel javítod ezt? Scrapáljon meg, az a baj, hogy az a javító készlet köl, és azból nem túl sok van nekem. Jó, egy ekkoran marad. Viszont nekünk ilyen collector-t ezt csinálunk ennyit, és ezt a kettőt meg belepányvázzuk a másikba. Oké, okay. Sövet visszarakjuk a fémbe. Oké, okay. Egyéb szervesbe nem megy semmi, az egyéb szervetlenbe mehet ez meg ez. És akkor jók vagyunk. Jó, ezt elviszem magammal, az ambilt be kéne csapni ide. Okay. Mit adja egyébként az ambil? Crafting speedet. Jó, oda került az ambilunk. Oké, okay, gyerekek. Várjál. Egyszerű. Jó, akkor a collector-t ezt fel kell bazen már megint megjöttek a izék, népek. Komolyan, megint izé. Aha, zombi horda testvéreim. Nem is volt rossz.
Ezt nem jól számoltam ki, na. Oké, még egy kollektort lerakunk, csak ugye akkor nem fogom tudni onnan fölvenni, úgyhogy okosba csináljuk. Azt meg is csináltam, ezt meg kell tanulni. Jó, és a másik kollektorba belerakjuk ezeket a dolgokat. Hát nem tudom, hogy azok egész fontosan értelmezni, azt szerintem az, hogy esetleg gyorsabban, a másik meg azt csinálja, hogy egy nap többet tud, vagy valami ilyesmi. Ezt ugye, hogy belakom. Ez növeli a számát a voternek egy bizonyos nap alatt, érdekes. Ez meg azt csinálja, hogy ez is növeli a rátát, hát ezt nem tudom elképzelni, hogy ez hogy van. Jó, van, mindegy. Mindegy, csinálja, csak hát ez nagyon jó, hogy csinálja. A keepernek szüksége van rengeteg vízre, mert iszik mind a kefekötő, olyan, mint a Füzi Józsi. Jaj. Szuper, gyerekek! Nagyon jó királyok vagyunk. Van egy questem. Érdekes, most miért fehér jelöli a questeket? Azt még szerintetek be tudom nyúlni? Hát lehet, hogy nem. Mennyire messze van már tőlem? Nézzünk rá ma. Hol a pecsben van az a quest? Ja, itt van közvetlenül. Jó, oké. Akkor ezt lehet, hogy megejtjük. Azt a questet meg kéne csinálni. Oh, hát itt van, ez nagyon jó helyen van. Úgyhogy ezt akkor végig kéne durrantani nagyon gyorsan. Fi, eltűnt a szemét ebből a szarból. Ki akarta blutolni? Elindítottam a questet, erre meg eltűnt. De nagyon gyönyörű. Meanik parcot kapok egy csót, de jó. Na, figyeljetek, ugraljatok le a tetőről, meg minden faszom. Nem akartam csúlyán beszélni, bocsánat, csak... Ja, hogy ezek ilyen ideig? Futkarászós is van. Oké. Okay. Hello, most majdnem lehúztam egyet neked, testvérem. Mosógép. Ez pénz is volt benne. Itt meg itt van a izaj, itt van az a csaj, aki itt nyakon szoktunk verni néha, tudod? Mi van? Ha mi történik itt? Ja, mit köcsirálni? Följen van azt, hogy jaj, nem, azt nem mondjátok, hogy ugrálni kell, akkor szívromot kapok. Én annyira nem utálom ezt az ugra-bugra dolgot. Igen, és akkor most hol vagy? Arra kell menni. De hogyan ugorjak oda föl már megint, testvérem? Oda? Aj ne! Nem akarok ugrálni, nem izé Super Mario-ra szerződtem, gyerekek. Nem arra. De most hogyan, érted? Nem hoztam blokkot, bazár, nem tudok én ezt itt megoldani most neked hirtelenjébe. De tényleg, apám, hát az sem, de vette meg. Hát tudni, hogy ott kell felig valahogy felugrálni. Jaj, de nem szeretem én ezt, nem akarok itten ugrabugrálni, gyerekek. Mi vagyok én? Super Mario? De! Jaj, nem hiszem el, és pont nem hoztam egy rohadt izét. Egy fablokkot, öcsém, hát itt el szopatnak. Most komolyan itt elkezdjek ütni fablokkot. De jó. Flabokkot. Meg ugye nulla fablokkot ott körülbelül. Egy darabot tudok craftolni, de jó nekem, passzus. Hát azért ez megszopat ez a játék, néha azért keményen. Ide teszem el. Hova tegyem? Ide? Na végre. Ó, te Isten. Olyat rávertem, bazd meg leszakadt a csávó. Ezt láttad? Ez meg zárva van. Hát nem ide kellett volna jönni. Ja, mert le kell szakadni. Humba, je? Rozi. Na mit csinál? Az első kezd, hallod? És mindig mahat meg. Pedig izé, power-et verek rá, hallod? Komolyan. Figyelj, itt meg... Ja, itt kell volna be... Jaha. Kutya, butya! Nem vagyok jó. Meg az a baj, kapkodok, mert 21 óra van már, úgyhogy ennek sok értelme így nincs. Nem szabad eljönni ilyenkor már. Meg jön a...
Jön a melós. Ja, hogy így kellett volna bejönnem, de jó nekem. Hallod, én meg itt izélek, morgulódok. Hogy merre blokkon kell ugrálnom, meg minden pöcsömbi. Kemény vagyok, mint a Rambo 3. Rá fogok cseszni, érzem. Itt egy böszme nagy szép. Örögnek, öbörögnek. Hova kell menni? Megjöttek a izé kettő ápoló néni, azt egyből lesújtottak rá. Na, hát hol van ez a izé? Ha még följebb van. De érdekes, hogy ott be van zárva az ajtó. Nem tudom, máma ilyen szopóágon vagyok gyerekek, vagy nem tudom. Legalábbis ebben most, ebben a sorozat izében most itt szívok. Jó, mondjuk eddig tart kijutnám. Ezt meg hátba vágtam, aztán meg se kottyan neki. Na gyorsan adjátok elő a cuccot, mert nem érek rá Johnnyhez meg. Gyerekek, marhára jobb bírom, nem azért, de... Akkora hibákat ejtek, hogy ezt nem tudom elmondani. 21.45, már nem kövenni haza Johnnyhöz. De legalább megvan a quest. Jaj, te Isten, ez kell annyira nekem, te. Legalább megvan a quest. Meg szerintem még elmehetnék a maradék cuccovért, mert oda nézzél, már megint ilyen izé. Nyilászat, az köll ide, nyilászat, ez meg. Agility-t ad, tök jó egyébként, hogy vannak ilyenek. Ilyen maudosítók. Na, ott van a szajré, ben vannak a nagy revolverek. Mondom én. Könyves pakit. Ja, egyébként ugye már izé van 22 óra, úgyhogy futni fognak, de Keeper kemény. Mint Rambo 3. Ugye itt kizsavéra állok. Becek lemond van, ki kéne mennem, csak meg vagyok szorulva. Ott a sisak-e? És ezen van alapban izé cucc, nem? Óra, izét, harvest bónuszt is van, tehát ilyen érc harvest bónuszt. Ezt föl kéne raknám, nem? Vírelnem, és akkor elvileg ez alapban rajt van a mi az? Lámpa. Nincs rajta lámpa, izé alapba. Hát. Akkor kivesszük a másikből. Letörtétek a tükrünköt. Mindjárt fölveszem. Itt kell ám ezt megoldanom, tényleg egyébként. Fölveszem ezt a csipizét. Csodálatos sepkát. Na, menjünk, bújjunk ki, vagy valami legyen velünk. Oké. Okay. Itt vagyunk, hallod? Hát nem nagyon vagyok távol egyébként a mésztől. Egyébként csomó féleképpen be lehet jutni, csak a Keeper az megint egyből elkezd izélni. Rénya, mint a fürdős. Fürdős tudjátok mi. Aztán közben meg annyira azért nem kéne itt ezért bedepizni. Gyerekek, már éjjel is úgy megyek itt, mint az atom. Jó, most meg azt fogjuk csinálni, el akarom készíteni. A workbench-et meg rá kéne nézni, hogy nem tudom már megcsinálni. Ja, az lesz, hogy ilyen napközben ebbe fogok héderezni. Ezt ki fogom alakítani ilyen szuperbázisé. És akkor oda megcsináljuk azt a Nigruskaya, lehet, hogy így mondják, Essel. Nigruskaya, nem tudom, Nigruskaya. Ilyen nagyon angolosan, vagy hogy lehet, ezt nem tudom, hogy tényleg nem tudom, bocsánat érte. Úgyhogy so sorry. Ezeket mondjuk meg kell tanulni. Nem ám, mert üzelem. De nézzét is tanultam, mi ez? Vehicle storage. Tehát járminek a storage-ért lehet növelni vele. Na, eladható cuccok, már most látom, hogy itt vannak dolgok. Legalábbis egy. Modification-ak. Ugye? Alkohol, overcut részek.
Ilyen vépön, meg ilyen alkatrészekre gondolok, ezt meg szkrepeljük, mint az jalot. Vannak egyéb szervetlenek, ugye az egyéb szervetlen bekerül ez is. De ebben nem volt nekem több. Ja, ez a mechanikus, ez az elektromos. Ezt mondjuk, ez ki van találva, öcsém? Lehetett volna más, hogy ez egy fogaskerék, ez meg egy mit tudom, egy chip, nem? Vagy valami ilyesmi. Ezt azért, nem tudom, én jobban kitaláltam volna. Lüszer, ez a kettő. Vépön, hát ezeket egyébként nem tudom miért tartom, meg ezt szerintem szét lehet szétszerem, akkor ilyen alkatrészek lehet, hogy jönnének belőle, ugye? Azt akkor nem csak ilyen selej dolgok lennének. A fémhez ide ezt berakom. Figyelj, berakom ezt az ásót, vagy hova rakjam ezt az ásót? De rájöttem egyébként, hogy nem rossz, csak az a baj, hogy nem fogom tudni izelni. Nem fogom tudni javítani nagyon. Oké, tudom, lehetne majd, kell hozzá majd egy-két cucc, azt majd tudom javítani, de még egyelőre nincsen. Úgyhogy anélkül meg... Egyébként a fém cuccok... Igen, jó. Egészségügy. Super! Ez is mehet oda be. Super! Ezt meg már akkor főzzük is meg. Megint megittam. Nagyon jó. Tökéletes, gyerekek. A fegyverhez rakjuk egyelőre armort is, ugye tudod, mondtam. Mintha morogna valami. Szerintem valami morog. Ilyen kutya morgás hangot hallok, dikaz. Esküszöm. Esküszöm. Itt van egyébként, ez ugye, ezt meg kell tartani, mert ez jó lesz. Ez meggyógyítja Keepernek a idejét, a fosását. Jó vagyunk, gyerekek. Kaja alapanyag, ugye van nekem megint sok husi-busi, meg ilyenem is. Ezeket csináljuk meg már, mert akkor ugye nem kell itt, vagy nem fölöslegesen megy ez a dolog. Meg a krumplit, is megsüssük. Úgy van, aztán akkor hadd menjen, akkor legalább nem csak feleslegesen tényleg megy. Jó. Egyébként szerintem valami morgás hang van. Nem túl biztató. Kaja alapanyag. Ebből még bevárunk egyet, meg ezt még megisszuk, aztán akkor ezt kirakom, van 10 olyanom, jó gyerekek, van itt töltsém annyi minden, egyéb, szerves egyéb, ja. Szuper, jók vagyunk gyerekek, tökéletes, szerintem ki kéne menni egy kicsit askerálni, hát nagy baj nem lehet, nem, maximum megdöglünk. Vagy világítál ez az... Nem vagyok kibékülve ezzel a boddal, mert világít. Legugolok. Kívülre kéne mennem, mert meg fogok dögleni, hogyha rám szakad. Ez meg nem vidám dolog, megint. Ja, ezt meg kéne csinálni ilyen oszloposra. És egyébként a zombiváró, amit javasoltatok, azt meg úgy akarom megoldani, hogy azt meg szintén alagút rendszer fogja összekötni ezzel. Hát egy ilyen nagyon epik nagy bázis rendszert akarok kiépíteni itt komolyan, de egy ilyen nagyon fullosat, érted, ami nem tudom így, mint egy ilyen, hogy nevezzem, mint egy ilyen nagy katonai bázis, de valami, próbáljunk meg valami olyan kialakítani, ami ilyen nagyon high-tech, tudjátok, ilyen nagyobb beton, lefestjük majd szépen, mit tudom én, izére, valami nagyon vörös, fehérre, tudod, ilyen. Ez leszakad, akkor az el fog tűnni, és akkor ki tudom ütni, akkor ilyen kőblokkok lesznek, csak ilyen rombuszok, ugye? Mondjátok, hogy az lesz, és akkor nem fog összedőlni az egész berendezés, mert akkor az csodálatos lesz, így mindenem elveszik. Ja, meg kellett volna nézni, nem tudok workbench-et csinálni, ezt el is felejtettem. Ugye akkor már nyíljon meg az a lehetőség is. Ezt mondtam, hogy ez itt tök jó, hogy bígye, bum, szétdúrrendek, nem? Aha, látod, ez nagyon jó. Ezt meg kéne trekkelni, és mi kell hozzá? Ja, hogy 20 darab? Hát akkor ott rajtsz meg. Ja, és ez egy könnyebb szétverni, látod? Ugye, milyen jó?
ugye? Nem kell annyit tökörrészti. De egyébként azt is csinálhatnám, hogy tényleg kiszedném, mondjuk itt, ezt kiszedem, és ezt kiütöm, akkor nem csak kapcsolódik már a másikhoz. Várjál! Sőt, még ezt is ki tudom szedni. És akkor mondjuk csak a sarkán ütöm ki, és innen is benyúlok, és akkor esélyes, hogy leszakad az is, érted? És akkor tök könnyű lesz kiütni. Hát próbáljuk meg. Nem biztos, hogy működni fog, de talán. Jó, hát ez is szét van modolva. De egyébként ez tök jó, mert könnyen javítható. Én azért szeretem ezeket a kő cuccokat, mert amíg még nem tudok csinálni, nem tudom, hogy mi kell hozzá. Azért egy-két dolog kell szerintem a javítókészlethez. Na erre gondolt a képer, hogy most ezt ki tudnám venni még a alatta lévőt. És bazza nem szakad le, mert mihez kapcsolódik? Hát semmihez nem kapcsolódik, hallod? Hát azért elég. Ja nem, itt vannak ezek a rácsok-e. Ehhez kapcsolódnak, ugye ezek a rácsok is számítanak. Na, próbálkozzunk. Ja, ez meg ilyen sorokrács. Úgyhogy ez kettő ki fog jönni egyből. Ja, megcsinálom ilyen oszloposra. Aztán akkor ugye el tudok itt szórakozni napközben. Hogyha valami kijön, akkor kibegyek azt nyakon belem, érted? Nem nagy gond. Egyébként ennyi erővel akkor lehetne ajtaja is. A sűzébnek. A piravisobnak, nem? Érted, mire gondolok? Mert akkor ki tudnék menni. Hogyha a zombi hordát úgyis izébe várom. Úgyhogy ez nem valami. Az egész konstrukciót újra kell gondolnom. Csak hát annyi izém nincs. Jobban kellene volna lakni. Ja, kitalált a keeper, látod? Ezt mondtam, hogy ez le fog szakadni. És ez nagyon jó el is tűnt. Hoppá, ugye? Micsoda ötletek vannak itt a keeper-nél. Ja, hát az a baj, hogy a belsők azok látom, hogy bajos. Mivel azok még nincsenek felupgrade-elve. Ott. Úgyhogy lehet, hogy azt kell csinálni, hogy ezeket kiszedem. Aztán felupgrade-eljük cobblestone-dal akkor minimum. Bár ugye nem valószínű, hogy fogják fúrni, de most egy robbant egyet a zombi vagy akármi, nehogy az legyen, hogy ott eléri azt a mélységet, és akkor ott szétdurrannak azok a blokkok instant. Bár gondolom a külső blokkokat éri a robbanás először, nem? Úgyhogy nem tudom. Ja, ott két szarvas, bazd meg. Azért nem volt betárazni. Meg volt. Snake bónusz kaptam rá, gyerekek. Én is felejtettem, hogy van snake bónusz a játékban. Rohadt sokkal jár. 20 darab kaja, gyerekek, 20 darab kaja. A másik az merre volt? Hát bazza, íz, hogy vadászlesem van. Igaz, hogy egy kicsit bonyolult. Egy egész piramisnyi vadászlesem van. Még jó, hogy nem halotta meg zombi. Rám gyűjtek volna, mint az Isten nyila. Ott jön egy csávó. Amúgy maga a koncepció tetszik, csak a védhetőségével vannak problémák. Nem kicsi problémák, sajnos. Ja, még egy opciót gondoltam, hogy meg lehetne csinálni. Hogy ugye ilyen rácsokból csinálni falakat, mit tudom én, ilyen két blokkonként. És akkor ugye amíg azokat áttörik, azok addig tudod lőni őket. És az egy ideig eltart. És akkor ugye több védelmi vonal lenne. És akkor mondjuk ott lenni is lehetne olyan, hogy rács, és akkor ugye azon keresztül tudsz lőni, az nem sebződik a lövéstől, az már mint a rács. És akkor így ezt meg tudnád oldani, de nem tudom, rengeteg alapanyag. Az a baj, amit küldött Nigruskaja, egy nagyon egyszerű bázis, nagyon kevés alapanyaggal és nagyon hatékony. Ugye a tipikus leesnek a zombik. Nem, el tudnak hozzád érni, szóval nincs itt, de leesnek. Nagyon könnyű.
nagyon könnyű, és emiatt nagyon csábító megcsinálni. Csak mégse ízést, mégse annyira hiteles, mint egy ilyen nagy, tök jó bázis. Tudom, hogy sokszor többet észel, mint erővel. Meg sokáig lehet, hogy nem bírnánk itt. Azért jönnek olyan zombik már, mit tudom, felrobbannak, meg tudod, mindenféle, amik nem biztos, hogy barátiak lennének, hogyha én itt fönn éderezek. Úgyhogy nem tudom, ezt itt át kell gondolni. Meg ugye rengeteg zombi jön a későbbiekbe. Meg itt tényleg az a baj, ölöm őket, és akkor folyam. Figyelj, ki, a következő 21. napon kiteszt, leteszteljük, hogy mégis mire számíthatunk, oda így hömbölögnek ám le, csak nehogy összetörjenek valamit. Aha, oda követtek le, nem baj. Hát ezt jó kitaláltam, hogy ne kelljen elbontani. Komolyan mondom, ennek büszke vagyok magamra, hogy ezt így megfejtettem ezt a hatalmas dolgot. Jó, igen. Akkor, hát azt lehet, hogy nem fogom ott felupgrade-elni. Majd lehet, hogy azt meg belülről is fel tudom. Vagy hozzunk ki azért cobblestone-t. Meg amúgy is kell fa, meg minden is, mert akkor kialakítom ezt nek a külsejét, jó? Hogy ez hogy nézzen ki, meg ilyesmik. Kellenek a fák, nem sok van, szerencsére. Kellenének külcuccok, kellene cobblestone, meg kellene egyébként csinálni, mert tudnánk is. Ugye, ilyet. Legyen egy 1000 darab. Oké. Okay. Akkor mi az, ami kell, gyerekek? Hát más nagyon nem is kell. Ezt például ugye meg kéne javítani. Jó. És más ugye nem kell. Fa van, cobblestone van. Oké. Okay. Megcsináljuk a tetejét izére fullosra, gyerekek. Először ugye mindig, ahogy szoktuk. Mi van, leszkrepeltem azt a szart? Ja nem, csak ugye nem tudja megcsinálni. Na jó van, ezt csináld már meg, aztán utána csináld a hány darab cobblestone-t, még egy 700-at. Oké. Okay. Ja. Megcsinálom. Nem végzünk fél munkát, idegesítene, hogy ilyen gagyi a belseje. Oké, okay, hiszi, a cobblestone-nál is ugye lenne jobb a beton. Meg ugye elkezdtetek betont is készíteni, tehát a zombi hordára ugye most már tudunk betont. Ki tudom égetni, mindent meg tudok csinálni. A zombi hordára ugye föl tudok készülni betonnal már. Egyébként cobblestone blokkot is rakhatnék ide le már. Jó, megcsinálom inkább bizonyéből fablokból. 16 fablokkot tudtam csinálni. Annyit csináltam, de miért annyit csináltam? Ilyen sok annyit csináltam. A végén meg el kell menni fát vágni. Ez a favágás, ez egy ilyen örök téma nálam. Mindjárt megcsináljuk az egészet, izéből. Fa blokkból, vagyis ilyen building blokkból. Aztán akkor megnézzük, hogy ez hogy működik. Jó. Oké, akkor nézzük a building blokkos felépítést. Ugye, nem lesz elég ez, nem baj, semmi gond. Csinálunk még building blokkot. Vaza, én majdnem cobblestone blokkot csináltam. Nézem itt. Building blokkel. Abból elég egy 100. Okay. Ezt nagyon szeretem, hogy föl lehet verni. Én szeretek ebből építkezni. Na, akkor így lenne. És akkor kell egy olyan, jó van, ennyi elég egyelőre, milyenre van szükségünk. Kell nekünk olyan alak, hogy ilyen oszlop. Oszlop, 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 oszlop. Nem tudom, hogy melyiken tudnak átjönni és melyiken nem, már nagyon nem emlékszem. De hol vannak az oszlopok? Nincsenek már oszlopok? Mi a fasz van itt, gyerekek? Azok örülök, hogy oszlopok, azok hol vannak? Itt van-e? Pillár, de nekem röviden pici kell. Majd keressünk. Haló, 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 haló. Haló, haló. Gyerekek. Gyerekek, gyerekek, gyerekek. Mi van? Eltűntek a izék? És várjál ma.
Hát de bozza, kellene lenni nagyobb bizonynak. Most ez hülye vagyok? Vagy a basic blokkok, na várjál, töröljük ezt ki. A basic blokkoknál volt, vagy annak más volt a neve? Itt nincs. Gondolom kör alakúaknál. Ez mi? Itt van a 0,5-ös pillár. 0,5-ös pillár. De bazza, miért nem keresett rá? Ha nem, mert az nekem nem az a... Ne az a neve, bazza. Mi a fa? Ja, mert ki volt, nem volt kiválasztva. Itt van e. Pillár 0,5-ös. Be is van csillagozva. De hülye vagy te, Keeper, bazza, komolyan mondom. Még a végén azt hitte, hogy izé elveszett kevés, vagy nincsen már. Elvileg ezzel ugye szépen nem tudnak átjönni, de át tudsz ütni. Legalábbis régen az volt, aztán változtathattak rajta az ezzel. Szóval bármi megtörténhet. És akkor itt elhéderezték én. És ez nem ezt hoztálnám a zombi várórak, hanem ez csak izé lenne. Ez csak az lenne, hogy ugye ki tudjak jönni, aztán egy trendet tudjak tenni. És a tetejét ugye elcsesztük ezelőtt, mert nem jó ez a, nem jó ez a elrendezés, amit én először így kiütöltem. Mindjárt fölmászok rá, aztán mindjárt megcsináljuk. Nem, nem ezt akartam. Azt akartam, hogy rács, ugye? Bars. De viszont ezt el kellene fordítanom nekem ilyen nagyon-nagyon, azt mondom, meg ezt tud, ezzel tudom, ugye? Ahogy volt, csak hülye volt a Keeper, tovább pörgette. Most meg már nagyon, oké. Okay. Az arra, van, arra lesz szükség, hogyha véletlen bármi történik, fölénk jönnek, bár nem hiszem, hogy fölénk fognak jönni, madár ugye, hogyha ránk repül, vagy ilyesmi, akkor tudják vele valamit kezdeni. De egyébként ide nem tudnak följönni a zombik, nem fog följönni egy zombi se. Mivel nem fogjuk engedni, lehet, hogy túllógatjuk, de szerintem nem kell túllógatni, nem fogod. Figyelj, amelyik zombi oda följön, jó, na azt meg berakom alulról, azért, hogy ne kelljen itt el most becívnom. Mármint, hogy be tudjak menni, jó, és akkor ez jó lesz. És akkor ezt meg fogom csinálni betonból, acélból először. Szerintem a következő ordát így már lehet, hogy túlélnénk, de nem biztos egyébként. Lehet, hogy meg fogjuk csinálni Nigruskajának a bázisát. Nagyon tetszett az a bázis. Tök jó kivitel volt. De ugye ide meg kell mindenképp egy olyan védelem nekem, hogy ne az legyen, hogyha este kijövök, aztán itt rohangálnak a zombik. Viszont most jó lenne ide csalni egy zombit, mit tudom, meglövök egyet, vagy valami, hogyha megy. Hogy ez mit fog belekezdeni, hogy tényleg az lesz-e, hogy nem tud bejönni. Mert ki tudja, hogy nem változtattak valamit a készítők. Ezt akkor nagyon-nagyon beszívok. Megint a izé van a Prometheus-os. Fú, azért én nagyon parázok egyébként, de én az Alien filmektől nagyon parázok. Nagyon gondolkoztam azon, hogy egy alienes, Alien Isolation vagy valami ilyesmi live-ot csináljak. Ez nagyon epik lenne. De egyébként Audi nem tud nekem, nagyon nem. Nekem valahogy a ilyen X-akták, meg Alien, meg minden azok én nekem nagyon parák. Fú, bazdmeg, most is nézegetek körbe a sötét szobába, komolyan. Nem szoktam fosni így emberektől, meg semmilyen izé. Én nem vagyok egy ilyen nagyon beszorít fajta, de az a dolog. Ez nekem, nem tudom, ez nekem a kriptonitom. Na gyerekek, itt akkor azért már így el tudunk héderözgetni. Ugye ezt még kell. Meg ugye akkor az oszlopokat, meg akkor már berakhatom én ide. Ezt a rácsozatot, ugye? Úgy. És akkor most már innen nem seki sebe. Persze még annyit tudnék csinálni, hogy... Jó, oké. Okay. Gyerekek, én úgy érzem, hogy ez egyen jobb lesz. Nem, én se férek ki. Meg ők se férnek majd be. Szuper lesz ez, jó lesz ez, gyerekek. Mennyi fám van? Ennyi fám van összesen? 50 darab, komolyan. Viszont most már leszkreppelhetem esetleg azt a maradékot. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel mit fognak kezdeni. Úgyhogy egy zombi, hogyha lenne, akkor meglőnénk, várjál? Ezt én leszkreppelem. Igaz, hogy 64 darab fa lesz belőle, de semminél jobb. Hogy van, hogy vagyunk kizével? Cobblestone is kellene még.
Ebből csinálunk még egy hat szálat szerintem. Ez mindenképp kell, mert ugye mindenhez is kell majd. Egy kicsi átalakítás történt. Az előző az nem volt jó, meg egyébként nem preferálom a lőfegyvereket most valahogy. Valahogy nem adja nekem a lőfegyver dolog. Egyébként a tetőt azt telerakhatnám ilyen shotgun meg ilyen hülyeségekkel. A madarakat azokat leszedni. Tudom, hogy a zombikat valószínűleg lefelé nem tudná leszedni. Mármint ilyen, tudjátok, a csapdával. Tetejére kére, mind a négy sarkára. Aztán akkor a madarak, hogyha jönnek, ugye a zombi hordakor, akkor azokat ledurogtatják. Egyébként még mindig nem adtam fel ezt a grandiózus building stílust. Jó, el is fogyott. Mi fogyott el? Elfogyott a fa. Jó, nem baj, elmegyünk farvágni. Megnézzük abogy is kívülről. Szuper lesz ez, gyerekek. Sőt, kívülről is fel tudom upgrade-elni, hiszen ennyi erővel. Bazaj, most meg már csak itt tudok kimenni. Jaj, hát ez nekem nagyon fura. Az meg milyen fura, hogy még nincsen megcsinálva itt a normálisan a dolog. Jó, egyébként itt ennek köszönhetem ennek az alagútnak, hogy túléltük az előtt a zombi hordát mi. Ez mekkora király volt, nagyon bírtam. Viszont ezt az AK-t is élvem, ez is egy tök jó Viper. Ebből egy hatost azért elviselnék szerintem. Ja, meg van valami assault rifle, ami hasonló, mint egy ilyen... Nem is, nem AK, hanem... Jó, tudjátok, mire emlékeztet most? Meg ilyen izére. Mert jó, hogy nem lépcsős. Ilyen aszték piramisra, nem? Jó, kellenek majd izék. Automata fegyverek tetőre. Itt kipusztítunk mindent is, aztán jó világ, nem? Stamina nuku, semmi nincs nálam, miért is lenne az? Hipote, olyan hülye vagy. Jó, olyan túl sok nem is kell ám. Ugye 10 blokkhoz kell 80. Úgyhogy meg már van 260. Gyerekek! Én imádom az ilyen építkezéseket, tök jó. Szuper, 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 és még mindig nem itt van az ágyam. Bár aztán nem is félek, hogy meghalok, esküszöm. Tök ilyen, nem tudom, ilyen tök természetes. Jó, otthon érzem magam ebben a játékban, ha komolyan. Nagyon jó egyébként ez a... Meg fogom csinálni mindenképpen az árkot is, tele csapdával. Hogyha esetleg oda téved valaki, akkor nem kell vinkornom azzal, hogy hogy... De egyébként valami, nem tudom milyen csapda lenne jó. Milyen csapda az, ami nagyon nem megy tönkre, vagy esetleg nagyon könnyű javítani. Na, megjavítjuk innen kintről, aztán nem kell bemásznom akkor. Ja, de még kell egy csomó cobblestone, de egyébként tök jó, hogy nem akarják, ezt nem akarják átfúrni, egyszerűen nem akarják, ez akármilyen szar blokk lenne, csesznek rá egy nagyot. Ezt a felső részt, legfelsőt, azt tüzelni fogjuk, gyerekek. Azt be fogjuk betonból csinálni. Mindenképpen arra rá fogunk jórni, következő zombi horda betonba, és megpróbálunk túlélni itt. Maximum majd megint megyünk le az izébe, az alagútba, mi? Jó. Mindenképp ki kéne próbálni, nehogy az legyen, hogy be tudjak jönni az oszlopok között. Élem. Bírom. Ide följönnek aztán itt. Ó, itt fognak nyugtalankodni nekem. Csak nehogy az legyen, hogy mindenhonnan jönnek, aztán elérnek, nem? Meg ugye a rendőrzombi az gond, mert oda köp egyet, mondjuk nagyon nem tudok oldalazni, mert semmi, elég kicsi a terület. Mert ugye oldalazok, azt pont ott egy zombi, akkor meg odaver egyet. Úgyhogy ez elég problémás. Elég problémás az egész. Jó lenne, jönne egy horda zombi most. Ki tudnám próbálni, hogy végig is mennyire hatékony. Egyébként azon gondolkoztam, multiba mennyivel könnyebb. Most egy ilyen horda is, még hogyha például egyik ember csak azzal foglalkozik, hogy öli őket, a másik meg folyamatosan javítja a blokkokat, már az jó. Ugye kellemetlen, hogy egyedül vagy, akkor nem tudod ezt a két műveletet egyszer elvégezni.
Jönünk? Mi hiányzik? Nem hiányzik semmi. Ja, már betont a kvadróra önteli. A nyugalom még betonunk nincs. De viszont ez már megvan. Mennyi a beton? 5000-es? Azért az nem mindegy, 1500 vagy 5000, ja. Valamilyen challenge-et megcsináltam, nem tudom elképzelni már mit. Annyi mindent csinálunk itt. Ja, hát meg az ajtót is kell majd upgrade-elgetni. Mindent is? Gyerekek, mindent is. Jó, figyeljetek. Ez szerintem így éjszaka jönnek, vagy valamikor ki kell mennem. Ide kijövök, aztán azt meg tudom oldani akkor kicsibe. Nem kell nagyon szenvednem. Akármi is jöhet, tetejére tök jó, mert van madár ellen, vagy bármi madár ellen. Madár ellen ilyen hülyét. Na, 8 óra 4 van, gyerekek, elbúcsúzom. Következő részemben várlak benneteket, tök jó haladunk, nagyon élem. Nagyon szeretem ezt a játékot, nem tudom, egyre jobban úgy érzem. Tényleg köszi a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!